Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok. Ez a negyedik rész, és a céljainkról lesz szó, na meg a sikerről. Most is egy nagyon fontos céllal kell kezdeni a reggelt, ugyanis egy barátommal találkozom, és már vár rám, siessünk. Mivel mérhető legjobban a siker? Nem azzal, hogy mennyi időt tudsz eltölteni azokkal a dolgokkal, amiket imádsz, hanem azzal, hogy mennyire keveset kell foglalkoznod azokkal, amit utálsz. Casey Neistat, az egyik kedvenc vloggerem, és annyira jól megfogalmazta, hogy mi a siker lényege, úgyhogy ezt most berakom eredetiben is, nézzük meg, utána meg elkezdjük a vlogot. I'm here. All of my dreams and aspirations are here, and the only thing in between these two is a bunch of work. So tackling that work is a way of moving this needle. That's all the motivation I need. I love progress in any manifestation. Kezd az egyik alapszabály kialakításával, határozd meg, hogy számodra mik a sikernek az ismertető jegyei. És hogy elmondok egy sztorit. Sztori Mike-ról szól, nem mondom el a teljes becenét, mert akkor lelőném a sztorit. Egy amerikai csávóról van szó, most szerintem olyan 50-60 között lehet, és akkor volt kisgyerek, képzeld el, amikor volt ugye a holdra szállás, az amerikai holdra szállás, és teljesen rá volt kattanva, így a szüleik csináltak neki egy ilyen szkafandert, és úgy ünnepelték azt, ugye, hogy a holdra szállás van, és amúgy a kedvenc kis plüss állata egy Snoopy kutya volt, és még annyira komolyan vette ő is, meg a szülei ezt, hogy űrbe lehet menni, hogy a Snoopynak is csináltak egy szkafandert. Tehát így nagyon rajongott végül is az űr iránt. Aztán nyilván felnőtt, hát minden gyerek kb. Űrhajós vagy tűzoltó szeretne lenni. Felnőtt, és elment akadémiai pályára, mérnök lett, bár érdekes, hogy nyilván ez akkor ilyen 70-es, 80-as években járhatott egyetemre, akkor még nem volt internet, meg hogy tele volt minden különböző állásajánlatokkal, és így ki volt rakva az egyetemre különböző lehetőség, és még sima levél, nem e-mail, levelet kellett írni, hogyha valahol szerettél majd jelentkezni gyakorlatra, és a NASA-hoz jelentkezett, és egy nyáron ment is a NASA-hoz gyakorlatra, mert mérnöknek tanult. Aztán meg végül elkezdett PhD-zni, és az akadémiában maradt, egy tanárként dolgozott. De felnőttként valahogy az eszébe jutott, hogy mennyire rajong az űrért, és igen, gyakornok is volt a NASA-nál, mi lenne, hogyha asztronauta lenne? 20 pár évesen jelentkezett is. Nem vették fel. Eltelt néhány év, fejlődött az akadémiai karrierje, New Yorkban a Columbia Egyetemen lett professzor, és teljesen kiteljesedett, pedig 4 évente lehet amúgy jelentkezni asztronautának a NASA-hoz, és ő mindig jelentkezett, és soha nem vették fel. Megismerte a jövőbeni feleségét, gyermekeinek anyját, és egy nagyon boldog, kiteljesedett életet élt, de 4 évente mindig jelentkezett erre a gyerekkori álmára, hogy asztronauta legyen. 11 év telt el, és a 4. alkalomra vették fel ilyen 38-40 éves kora körül. És végül asztronauta lett, és kimehetett az űrbe, és van egy kép, ide beteszem, ahogy ott van a Snoopyval, azzal a Snoopyval, akivel gyerekkorában a kis játékszkafanderbe volt. Hogy mi a tanulság? Akkor is lehetsz boldog, hogyha nem úgy alakul, ahogy az A-terved szerint te elképzelted, hanem megtalálhatod másban is a boldogságot, kiteljesedésed, és persze közben próbálkozhatsz, hát ha a másik is bejön, de a boldogság nem azon múlik, hogy pont úgy elérjük-e a tervünket, ahogy terveztük. De a kiinduláshoz konkrétan megfogalmazott célokra van szükség.
itt nagyon igaz, hogy a kevesebb az több. Ugyanis kutatások igazolják, hogy ha egyszerre több célra fókuszálnak az emberek, akkor sokkal kisebb arányban érik el azt a célt, ugye. Most egy kicsit lejöttünk a barátaimmal a Dunapartra, és a kutyák játszanak, utána meg jön egy másik gondolat. Nagyon cukin játszottak. Szóval a siker nem más, mint elégedetnek lenni azzal, amink van. Persze ez nem azt jelenti, hogy közben nem vágyhatunk többre, vagy valami, de hogy ahol éppen tartunk, és hálásak vagyunk azért, ami van az életünkben. Ha úgy érezzük, hogy megvalósítjuk önmagunkat, és kiteljesedünk abban, amit csinálunk, akkor sikeresnek mondhatjuk magunkat. Ez pedig két dologra van szükség. Egyrésztről legyen fontos számodra az, amit csinálsz. Kettő, pedig szeresd, élvezd. Sokkal nehezebb sikereket elérni, hogyha ezek közül bármelyik is hiányzik. Közben hazaértem, és beszélgessünk itt Malcolm Gladwellnek a 10.000 órás szabályáról. Ugye onnan indulunk, hogyha definiáltad a céljaidat, az szuper, és innentől csak is kitartással és gyakorlással érheted azt el. 417 nap. A 10.000 óra az 417 nap, tehát több, mint egy év. És akkor az alvásokat még nem is számoltuk meg, úgy kalkulálunk, hogy 8 órát egyfolytában egy valamire szánunk. Tehát igazából, hogyha belegondolunk, ez több éves folyamat, amíg a célunk érdekében arra a full profi szintre eljuthatunk, amire vágyunk, amire valaki majd egyszer azt mondja ránk, hogy hú, egyik napról a másikra sikeres lett. Mert hát ilyen nincsen. Nem látjuk, hogy mi az az áldozat, mi az a kemény munka, amit beletesznek az emberek abba, hogy elérjék a céljaikat. Gondoljunk például csak Michael Jordanre, ugye azt mondják, hogy a valaha élt egyik legjobb, ha nem a legjobb kosárlabda játékos, és 2020-ban most megjelent a The Last Dance című Netflixes dokumentumsorozat. Hát nagyon-nagyon durva útja volt, rengeteg kudarccal, fájdalommal, úgyhogy az, akire azt hinnék, hogy egyből mennyire sikeres és milyen durva, hogy nézd meg azt a filmet, és meglátod, hogy azért nem olyan egyszerű a dolog. A jó hír mondjuk az, hogy van egy olyan dolog, ami szinte mindenki számára működhet, ez amiről már érintőlegesen beszéltünk, hogy egy dologra kell fókuszálni, és arra afelé teljesen céltudatosan haladni. Ja, és persze lépésenként haladni és kialakítani az ehhez szükséges szokásokat, ugye pont ilyenekről írok a könyvemben. Nincs nagy titok, tényleg ez a megoldás. Szokások kellenek, szokásokat kell kialakítanunk, és nem azt keresni, hogy hogyan leszünk motiváltak. Tehát sose úgy álljunk hozzá, hogy hú, majd ha motivált vagyok és inspirált, na akkor majd fogom csinálni, hanem ez pont az ellenkezőképpen működik. Tehát nem úgy működünk, hogy motiváltak vagyunk és aztán elkezdünk cselekedni. Pont fordítva, hogyha megvannak a szokásaink, azok automatizálhatóak, a motiváció meg amúgy is alább tud hagyni. Ezért hiszem azt, hogyha a jó szokások megvannak, akkor szinte garantált a siker, de ha nem is garantált, de sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a jó szokások által lépésenként elérünk oda. Mindjárt a vlog végén megosztok jó pár hacket, tippet veled, de előtte mondanék egy példát, igazából magamat hozom példának. Én reggelente szeretem a kreatív feladatokat elvégezni, és erre kondicionálom az agyamat. Például minden kedden, reggel meg délelőtt tartalmat gyártok, írok. És mivel minden héten ugyanazon a napon, ugyanabban az időben csinálok valamit, főleg, hogyha kreatív feladatról van szó, már ilyen pavlovi reflex ütben állam, hogy amikor felébredek kedden reggel, már várom, már bennem van, hogy igen, ahogy felkeltem, meg volt a reggeli utánom, várom, hogy leüljek és alkossak, mert erre kondicionálom az agyamat. Átülök valahova máshova, és mondom a hackeket. Szóval a lifehackek. Amikor célokat tűzöl ki, sosem a rövid távú haszonszerzésre fókuszálj. Inkább tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy
mit tanulhatsz belőle, vagy pedig milyen olyan kapcsolatokat építhetsz ki ebből, ami mondjuk hosszú távon tud téged támogatni. Következő, hogy találd meg a saját utad. Rengeteg tanácsokat kaphatunk akár a szeretteinktől, és mindenki a legjobbat akarja nekünk, legalábbis feltételezzük ezt, de igazán mi magunk tudjuk azt, hogy mi a jó nekünk, és merre kell haladnunk. Ne bonyolíts túl, hiszen ugye emlékszel, hogy a célok folyamatosan változnak. Éppen ezért érdemes minél kisebb mértékben gondolkozni, hiszen ezáltal sokkal több célt érhetünk el. Sorry, nem némítottam le a telefonom. A gondolatot tovább szőve, ott vannak ugye az újévi fogadalmak. Ne nagyon, vagy inkább, sőt, erősebben mondom, ne legyenek újévi fogadalmaid, inkább mondjuk legyenek terveid, és az is mondjuk havi vagy negyedéves terveid, ugye ugyanaz, mint az előzőnél, hogy kisebb egységekben sokkal egyszerűbb gondolkozni, könnyebb a következő lépést felépíteni, könnyebb betartani ezeket a dolgokat. Amúgy az újévi fogadalmakról, meg egy saját magam teszéről, hogy hogyan tudtam szokások által jobb eredményt elérni, csináltam egy vlogot másfél éve, kattints ide és nézd meg. De amúgy lehet, hogy az már 2,5 éve is volt, de szerintem még mindig aktuális. Nos, ez az epizód ennyi volt, szerintem elég jól kiveséztük a célokat és a sikerhez való hozzáállást. Hogyha bármi gondolatod van, írd meg, hogyha most találkoztunk először és érdekelnek ezek a dolgok, meg szeretnéd a könyvem fejezeteit így egy napi blog formába megkapni, akkor mindenféleképpen iratkozz fel és nyomj a csengőre, és sőt gyere át Instagramra, mert ott a könyvemből kiragadott részleteket most a következő hetekben elég aktívan meg fogok osztani, valamint hogyha szeretnéd, akkor nyilván rendeld meg a könyvet, link a leírásba, illetve az online képzésem is, ami már most elérhető. Iratkozz fel, akár a fullos képzésre, vagy próbáld ki az ingyenes verziót. Remélem, hogy még fogunk találkozni. Sziasztok!